Hát figyelj, megmondom ezt az, neked az őszintét, ez a zene, ez úgy jött, hogy reggel felkeltem, hívtam a Dominik barátomat, a Kretszet, mondom, megyünk valamit, tudod, hívom videóba, mondom, gyere ki cigány, együnk valamit, azt mondja, jön hozzám a Mário, maga Káló, de azt mondja, gyere be, meg ilyenek, mondom, bemegyek, kíváncsi vagyok, mit csinálnak, megyek be, Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Rep.hu TV. Mai vendégem egy különleges vendég lesz, ő nem más, mint Vézsé. Szavasz, papi. Szia, tesó. A Vézsé név Varga Zsolt, ugye? Persze, Varga Zsolt a nevemből, ered. Azt mindenki, aki azért úgy követi a hazai um, csibész repet, nevezzük így, azért szerintem elé találkozott a neveddel. Miért kezdtél el reppelni? Hát figyelj, nekem a rep az már úgy, úgymond a gyerekkoromtól egészen mostanáig így végig kísért az egész életemet. Repzenén nőttem fel, 50 Cent, Snoop Dogg, Exhibit. Ez volt a mindenem. Hát, és így jött az egész igazából. Abból kiindulva, hogy az Insta neved VG, Curtis Jackson, gondolom, akkor a példakép 50 Cent. Hogyne, persze, de a filmet azt láttam, vagy 50 szer Ezt nagyon sokszor láttam. Már így, azért, így, így, már így idézem hát persze, hogyne, kívülről az egész filmet. Szóval nekem nagyon nagy Hát ott voltam a koncerten is például. Az is nagyon komoly volt. Legelső dalod, amit rögzítettél, az mikor volt? Fú, a legelső dalom az 13 évesen talán. Még volt egy kis Nokia a telefonom, Menjük. és még akkor sul is voltam, általános iskolába jártam. És verset kellett megtanulni. Én megmondom, nekem jött egy ilyen ötlet, akkoriban már néztem a Youtube-on ezeket a netes alapokat, akkoriban jött be úgy a trap, meg ilyenek. És mondom, felreppelem az egyik alapra, tudod. Felvettem ki a telefonnal, otthon összevágtam, és nem is tudom, azt talán nem tettem fel, de úgy megvolt nekem, tudod, felvettem a, a telefonnal, és így, így, lett az első zeném. Még emlékszel a címére? Há, fogalmam sincs. Nem <laughs> tudom, nem tudom. Fogalmam sincs. Jó, ha már dalok, az utóbbi időben azért azt el lehet mondani, hogy igencsak aktív vagy, hála az égnek. Viszont volt egy olyan négyes dalod, a, aminek az a címe, hogy birkanyírás, ugye igen. itt Krec, te, kik vannak még benne pontosan? A Mário meg a Káló. Ki, kit, hol, merre, mi a birkanyírás? Miért birkanyírás? Hát figyelj, megmondom ezt az, neked az őszintét, ez a zene, ez úgy jött, hogy reggel felkeltem, hívtam a Dominik barátomat, a Krecet, mondom, megyünk valamit, tudod hívom videóba, mondom, gyerek, ki cigány, együnk valamit. Azt mondja, jön hozzám a Mário, meg a Káló. De azt mondja, gyere be, meg ilyenek. Mondom, bemegyek, kíváncsi vagyok, mit csinálnak. Megyek be, ők már brenkósak az ezer jára. Már brenkóba vannak, meg ilyenek, nyomják a beef szövegeket, ez az, és hallgatom őket, nyomják a izét, a refit, a Mário, meg ez az, álmondom, erre írnom kell valamit így megtetszett a dal, tudod. Azt így lett. Igazából amúgy úgy problémám a csáóval nincsen, de csak bejött a zene. Annyit kell tudni, hogy én a Kálót is, meg a Máriót is én gyerekkorom óta ismerem. Én a Márióékhoz kiskoromban nagyon sokat jártam át, mert nekem az édes öcse, nekem gyerekkori barátom például. Meg a Kálóéknak a Triple X albumán én ott is vagyok. 18 éves lettem, talán én azon rajta vagyok. Az már megalapozta egy a, a, így a szerelmet így a hipó felé. Persze, hogy ne. Hát most meg kell mondani, most nekünk nyolc kerületi kis cigánygyerekeknek, most ők idősebbek, meg minden idősebb korosztály, mi rajtunk nőttünk fel. Veszélyes elemek, g pont, meg ezek azok. Most. És hát ott voltam a stúdióban, és nyomtuk a zenét. Igazából ennyi. Nagyon nem tudok mit mondani róla. Az menő, jó. Ja. Neked egyfajta a, a hip-hop zene, hogy az a részet tetszett meg benne, hogy, hogy önkifejezési forma, vagy pedig, vagy neked is egy valamilyen szinten egy ilyen terápia ezen, hogy kiadod magadból az ami, bá, az, ami, bánt, vagy, vagy reményt ad, vagy, vagy hogy ki tudod ezzel jobban fejezni az érzéseket? Hát ez is az is. Igazából mikor milyen kedvem van, mikor olyanban vagyok, akkor egy terápia, valamikor csak flowból jön az egész, hogy meghallok egy jó alapot, és akkor nyomom rá a szöveget, például az ilyen image dalok. Igazából ennyi. amennyire így, azért nézegettem YouTube-on, te így, csinálsz olyat, hogy ha, ha valaki megkér, akkor csinálsz neki dalt, ugye? Ez még ez volt neked egy időben. Persze, persze. Tényleg én igazából azokkal kezdtem úgymond ismertebbé válni, az ilyen névre szóló dalokkal. Hogy, hát megkértek ilyen régi ismerősök, barátok, hogy írjak már róluk, hogy róluk egy zenét, hogy ők milyen menők, milyen stíci érted, ilyen dalokat. Nekem meg ez úgy tetszett, hogy ennyire, bejön a zen, ennyire bejönnek a zenéim nekik, én meg írkáltam őket. És utána meg láttam, tettem fel YouTube-ra a dalokat, és egyre több megtekintések lettek rajta. És utána meg elkezdtem ugye saját dalokat is gyártani. Ja, ha én megkérnélek, hogy írjál rólam, tudnál valami nagyon jót írni? Persze, hogy ne. Egy nagyon strigó, se írnál <laughs> <laughs> PIMP. Ez a rep.hu. Yeah. Megbeszéltük, lehet, hogy erre még visszatérünk, lesz meglepi. Um, van ugye saját kocsid, ugye? Ö, hát saját kocsim nincsen. De hogy így vezetsz? Persze, persze. cseréltél már egyedül kereket, illetőleg tudsz -e. Ö nem cseréltem még kereket. De lehet, hogy tudnék. Diló <laughs> 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 a kérdés, de, de ezek a jog benne. Pogányinduló téma. Az egyik egy, egy, interjúban nagyon pozitívan beszélt rólad, úgyhogy mesélj hogy milyen kapcsolat fűszíteket vagy az hogy esett neked egyáltalán, hogy interpretáltad, hogy mondod, hogy ez neked jól esik, de hogy így milyen indulós dolgok várhatóak, ha várhatóak. Hát figyelj, jó esett amúgy, mert amúgy kamázom én is a zenét, vele már egyébként tárgyalok már egy ideje, úgyhogy tervezek is vele közös zenét, úgyhogy kamázom ennyi. Csókollak. Jó esett. Szóval ennyi. Mesélj nekem kérlek az idén frissen megjelent 2023-as címet kapó és 2023-ban megjelenő VZ EP-ről. Hát figyelj, ez egy 7, 7 számból álló kis LP. Igazából a, az albumképet azt a Dre inspirálta, ugye ezt szerintem mindenki levágta. Egy zene nagyon felkapott lett, a rajta a Jamaica part egy apartman, már egy milliónában van. Wow, Szóval hát igazából, mit, mit mondjak még róla? d segített a felvételbe, Kretsz Dominik csinált rajta egy-két alapot, akkor a jó-jó, jó-jó barátom. Hál az Istennek pörög. <laughs> ha már D8 Family, ugye te nem vagy D8 Family, tak, ha jól tudom. Nem, én nem vagyok D8 Family, tak, mert ismerem őket régóta, barátaim. Segítünk egymásnak. Tehát a baráti a kapcsolat és zenei. Persze, persze. Elké... mértékben. Elképzelhető, hogy lesz, leszel valaha D8 Family tag? Hát én nem szeretnék D8 Family tag lenni, mert én szólóba szeretném nyomni. De mondom, ott vagyok mellettük, teljes vászélességgel, barátaim, jó a viszony. A következő téma, még egy kicsit a D8 family maradván, hogy ugye azt megbeszélhetők illetőleg mondtad, hogy a saját utadat szeretnéd járni. Te, mint ugye, hogy baráti viszonyban is vagytok, ugye azt elmondtad, Szerinted a D8 Family fogja így a saját útját járni, és ezt sikeresen fogja tenni? Biztos vagyok benne, már. mondom, én ott vagyok köztük, és olyan zenék készülnek, hogy le fog szakadni a szakma. Úgy mondom nektek, hogy nagyon komoly lesz. Úgyhogy biztos lesznek sikerek, d 8 sikerek. Bízunk benne, és várjuk. Még mesél nekem kérlek arról a daladról, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. az első dalom, dalod volt, amit én hallottam, ez a kinőttem. Uh -huh. Itt egyszerűen olyan, patika hoztam, hogy annyira elkaptad a dalamot, hogy az én rendesen szoktam hallgatni egy munkába is. Így mesélj, hogy ez így hogy jött, hogy egy kamera ki egyszerűen, de egyszerűen a hangzás elvitte. Hát ez a zeném, ez már elég régi, ez már egy jó pár éves, négy, négy éve adtam hát, ki, az... talán négy-öt éve. Hát nem tudom, akkor Felvettem a zenét, felstudióztuk, és egy telefonnal fog, fogtam egy telefont, megkértem a testvéremet, mondom, videóhoz már, tudod. És megcsináltuk a klipet. Az ilyen egyszerűen jött. És köszönöm, érzésem van, amúgy, mintha egy Bronxba ülnék, tudod, és akkor ugyanezt a feelinget így átadta, tudod, hogy így a zene, utcai bevágások, szóval gondolom ez is volt a cél, nem? Hát igen, igen. Hát meg amúgy, amúgy is szerintem az ad, egy kis feelinget neki, hogy ugye telefonos felvétel, és ilyen, ilyen amatőr, amatőrös, és ilyen mégiscsak ilyen real az egész. Elutásom. Persze, hogy ne. Következő kérdésem, ugye van egy dalod, ami elérte az egymilliót, ugye ez a Jamaika. Igen. Itt te vetted a klikeket, hogy ilyen nagy számra sikeresen elérted? Persze, hogy ne. Vásároltam. Tesco-ba? <laughs> tesco vettem, meg az ocean -be. Ott onnan is vettem. Ja, hát ez ennyi lett. Kamázzák. Bepörgött a TikTokon, ugye ott is nagyon sok dalon bepörgött. Ennyi. Milyen érzés elérni az egymilliót így tiszta erőben? Nagyon jó, nagyon jó. Örülök neki, hogy ennyien kamázzák, amit csinálok, úgyhogy örülök neki. Csak így tovább, Remé... szóval motivációt ad. Persze, hát remélem még lesz ennél több is. Sőt, biztos, hogy lesz ennél több. Még egy nulla? Persze, hát egy 10 milliónak kell lenni legalább, vagy 100 milliónak. Az mondjuk, ha ezt a akkor leszerződött. Ja, lenne. Hát, jó. Ja. Ki tartasz itthon? Ugye, kezdjük inkább más, kezdjük inkább egy általános kérdésre fog nyitni. Roma rap. ez a téma. Ki tartasz itthon hiteles szereplőnek a hazai Roma repben? Hát figyelj, Roma rap. Ugye az előbb említettek a veszélyes elemek, a gyerekkorom, akkor hát ezek a tipikusak, a fekete vonat, ezek a nagyon ismertek. Akkor most volt a testvér, például, ők is nagyon jók voltak. Én kamáztam őket. Őket is ide sorolnám a roma raphez. Hát meg én. <laughs> Mr. Roma rap. Hát nem tudom még, kiket tudnék mondani. Most így hirtelen nem jut eszembe úgy nagyon. Megadom akkor D8? Hát persze, D8, igen. Vagy nem tudom, esetleg Digo Savage? Ő is ügyes, ő is ügyes, nagyon. Ő ezt az új vonalat képviseli, de nagyon jól hozza. Vagy nem tudom, hogy esetleg Jopperről, mennyire? Hát a Jopperről, hát igen, igen. Hát hogy az igazi utcere. Őt kamázom amúgy. Oké. Okay. Következő kérdés, hogy te hogy érzed, hogy a, a romák, mint előadók kapnak-e elég teret kvázi a médiába ezen a zenei vonulaton belül? Hát, hogyha jó hoz... Hát, hogyha jót hoznak, szerintem kapnak. Csak jónak kell lenni. Mert szerintem, szerintem vevők erre az emberek. Hogyha van egy igazi jó romarep, szerintem kíváncsiak rá. <laughs> <laughs> oké okay. nekem egy de egyébként van még az a az most nem rom de nagyon tetszik ez a ellopták a biciklit az ismered ezt a ellopták a biciklim a deáktérítére a, tudod ez a kamó a az rap nem az ilyen de ilyen mulatos de ilyen nagyon izé az is nagyon nagyot ment a médiában igen nem vágom melyik az most így hirtelen ellopták a biciklim a az. ja az a Hamkó ham? -ham. Az, 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 az. az, 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 de az rap? Az nem, nem rap? Nem, 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 csak azt mondom, hogy, hogy, hogy az is mutatja, hogyha ugye arra reflektálva, hogy ugye mondtad, hogy a minőséggel adja magát, az 20 millió fölötti. Azt hiszem, am, ja. amit megnéztek. ha. Legyen nekik szerencsés. <laughs> Jó, megköszönjük. Jó lett. Faszal az a zene. Jó. Um, ki lenne az álomfíted itthon, akivel most azt mondtad, hogy most alá, aláírom, most menjünk stúdióba? Hát, Álomfit, az talán nekem a régiek közül, akit, akit, én régen is nagyon kamáztam, az a kicsi Tyson. Én nekem, nekem az ő flója, nekem az én, én úgymond nagyon, nagyon sokat hozzátett. És hát hát ki lenne még. Más nem tudok mondani amúgy így itthon. Burai akár a Joppe, bárki, akit mondtál. Hát nem, velük is nagyon szívesen zenélek, de nekem így igazából így úgy mond, aki én úgy nagyon kamázok, meg régen is nagyon kamáztam, az a kicsit Tyson. Na jó, hát Váradi úr, ez megkerülhetetlen a, a, a szakmában, ő tényleg egy, egy élő legenda. Öm, kicsit ugrunk most a zenétől. Ha a vidékre költöznél, és lenne egy saját birtokod, egy földed, egy, egy nagy nagy birtok, akkor uh, tyúkokat tartanál inkább, vagy kecskét? Disznókat. <laughs> Miért? Hát <Ha> mert <laughs> őket, azt levágatnám. Csinálnám a disznóvágásokat. Az ez jó munka. Hát nem. Összehívnám a családot, ti is jönnétek egy jó disznóvágásra. Ott És akkor kimaradoznánk. Pálinkat én adom. Jó. Megegyeztünk. Megbeszéltük. Megbeszéltük, rendben van. Jó. Um, így a beszélgetés alapján úgy, hogy nyilván írni írtunk, de hogy most így élőben is uh, van szerencsém veled beszélni, szerintem egy igencsak társasági ember vagy. Ha a barátaidat megkérdeznénk, uh, mi lenne, mit mondanának, mi a három legjobb tulajdonságod, és mi az a három eset, hogy ezt, azt mondanák, hogy ez katasztrófa, ez a legrosszabb a vézsében De kezdjük a jóval hát jó tulajdonságom. Az, hogy színizom vagyok. Egy. Hát, mit mondjak, hát. Mit nagy a szíved, segítőkész vagy? vagy... nagy a szívem, legyen az a második. Na, meg segítőkész vagyok. Az meg a harmadik. Látod, ki? Felezünk, látod? Látod, meg, látod? Hát lehet, hogy a telepátia. És mi három legrosszabb? Azt nem fogom kitalálni. Három legrosszabb. Fú. Hát lehet talán kicsit rossz a természetem, mikor olyan kedvem van, akkor lehet, nem lehet vele egy térségbe lenni. Ez három volt. Ez egy volt, de oké, egy. Hát, de ilyen, ilyen, ilyen zsörtölődös, vagy ilyen, hagyjatok most még ez a amikor fajta? van, vannak olyan pillanatai is, de ilyen minden, szerintem de mindenkinek ez, van. mindenki, tehát, hogy különbözően kezeljük, azért kérdezem, mondja, hogy, hogy Persze. ki milyen típus. Hát vannak ilyen pillanataim is. Most így hirtelen ezt tudtam mondani. De mit én, nem tehát hogy az is egy lehet, hogy rossz vajdonság, fogod az oknál, bedobod az az ézébe, a izébe, a vittem én a tiszta tányírok kezé, vagy valami, szóval amit a hülyét kap az asszony. Akár. <laughs> bedobom a tányérok közé. <laughs> Persze. Fú, most így nem jut eszembe így hirtelen. Egyet tudok, hiányzik belőled a hiba, ezért vagy tökéletes, ugye? Igen, ez a második. <laughs> ez a második. Legyen ez. Jó, rendben. Ha ennél egy, képzeld el, hogy éppen egy gíroszt teszel, melyik falat a legjobb az egészben? Az első, vagy az utolsó? Hú. hát ahol a hús van, nyilvánvaló, nem? Hát az első, mert ott van a tetején a hús. Vagy ez az, vagy az a vízi a van. Attól függ be egy az járt. Jó, mondjuk. Hát, tudja a franc, nem tudom. Szerinted? Jó, jó, oké. Vizsg... Igen, a Szabónak mindig Lukas a cipője. Én azt mondom, hogy szerintem az utolsó, mert akkor lecsúszik egy-egy hús. De jól mondtad. <laughs> Ennyi. Éljen a Akkor... girosz. Éljen a girosz. <laughs> Akkor megállapodtunk, hogy az utolsó utolsó a legjobb. Jövőre nézve, milyen konkrét zenei tervek vannak VZ házatáján, illetőleg, ha van már olyan dolog, ami már spoilereshető, kivel? Hú, hát figyelj. Ö, most van egy ilyen téma. Ö, a Hibrid csinál most egy újabb bandát. Numero 1 lesz a neve nevünk. Ez lesz, most ez van még, úgy projektbe, kialakulóba csináljuk a dalokat, hát akkor lesz jönnek még szóló dalok, ugye? Én ilyen spontán ember vagyok, hmm. tudod, én így nem, nem szoktam így el, előre tervezgetni, ugye én most ezt eltervezem, és akkor nekem jön egy albumom spontánba. Hogyha nekem hirtelen jön a fejembe valami, hú, mit tudom, én ezt leírom, van egy jó zenei alap, és akkor jön, tör ki belőlem. Jól jó, most ne találtad ki az én gondolataimat, hát mert azért van a kérdés, hogy az album akkor az nem is tervezett volt, vagy azért ez mégiscsak valamilyen szinten az volt? Hát annyira nem, azt is inkább ilyen spontán dolognak mondanám, hogy így hirtelen. Hát azért hét spontán. Hirtelen... Hát hirtelen jött egy ötlet, hogy úgy csinálni kéne. És akkor ebbe bele is fogtunk, és amúgy pikpak meglettem az egésszel egy... Fú, egy hónap alatt talán meg is, meg is csináltam az egész albumot. Egyedül ez a jamaika volt már megírva már vagy egy éve. Uh -huh. Azt úgy be is promóztam TikTokon, mert én felszoktam tenni az zenéimet. Én ott be, bepromózom mindig a zenémet, és azt, már, azt megírtam már, vagy egy éve, egy évvel előtte. Egyedül az a zene. Jól érzem, akkor most jelen pillanatban a jamaikak Jamaika a kedvenc dalod? Most jelen pillanatban igen. Igen. Jó flow lett, nem? Jó vibe az egész. Abszolút. abszolút Ennyi. Abszolút. Jó, szóval akkor spontán dolgok, nincs még itt terv, de hogyha valami beesik, akkor éppen az új slágert fogod megírni. Így van. Azok jönnek mindig a slágerek. Slágergyár vagyok. Vézsi a slágergyár, ennyi. ennyi. Jó, én szerintem egy kiváló interjú vagyunk túl. Köszönöm szépen a válaszaidat. Én köszönöm, nem És zárszok én, mit üzensz a családnak, a repontú családjának? Legyetek szerencsések egy életen át, paktálét, taven. Sziasztok, ez köszönöm. volt az interjú Vézsével. Béke.